Hello srácok, ez itt a Gaming is Fun csatorna, Magyarország egyetlen olyan csatornája, amin végigjátszást láthattok a WWE 2K17 karrier módból, és az előző részben ugye az történt, hogy Finn Balorral volt egy feud indító meccsünk, vagy hát ha nem is indító, mert már régóta foglalkozunk vele, de most már a játékban is feudként van kezelve, és azt megnyertük igaz csak kiszámolással, ami ugye nem a legdefinitívebb finish. És most a main eventen fogjuk szórakoztatni a népet Tyson Kidd ellen. Úgyhogy szerintem csapassuk is, nem látnám, hogy de rajta van a kárdon Balor, úgyhogy szerintem állítok rá egy run-int, mégpedig post-match run-int. Csapassuk. Most van a main eventnek a, hogy is hívják ezt, TV openingje. Tudjátok, amikor itt a szupersztárok jönnek-mennek, meg szól ez a egyébként elég jó zene. Ami furcsa, hogy a képet nem láthatjátok, de a zenét meghallhatjátok, úgyhogy ez mostantól mindig így lesz. Aztán, amikor az arénába kapcsolunk úgymond, akkor egyből azt már láthatjátok. Itt a main eventen, ami egyébként Manila Philippines, vagy nem tudom mi a szar ez, nem hallottam még erről, ugyanis a jó hílek azok nem ismernek semmit, és senkit, csak magukat. Szóval a main eventen nincsen piró, majd ha valamikor felkerülünk a main rosterre, ami kb. Még szerintem 20 epizód lesz, akkor ott már ugye ilyenkor az opening scene után van piró, ahogy a WWE jelet, és az a dupla vét így össze... Ó, backstage szegmens, jó lesz. Ó, itt van. Matt Bloom. Na, örül, hogy a tanultakat felhasználom, amit a Performance Centerben tanultam. Jó, promók, karizma, meccsek, ennyi, ennyi. Hát mi vagyunk a biznisz legjobbja. Ezt nem bocsoltam el. Na szóval, VMB versus Tyson Kidd. Hát most kiesve kicsit a karakterből, Tyson Kidd sajnos sérült, és úgy néz ki, hogy a WWE-ben többet már nem fog birkózni. Bár indiben szerintem még fogjuk látni, amekkora nerd, és biztos, hogy akar még birkózni, akármennyire is súlyos nyaksérülése van. Újra itt vagyunk a main eventen, amit már kicsit tudnak, mert már mennék a fő rosterre. Erősebb ellenfelek ellen, mert mindenkit legyőzünk az NXT-ben. Undefeated streakünk van. És amúgy milyen fasza lenne, hogyha a WrestleMania-n valamelyik WrestleMania-n én mondjuk Undertaker ellen mennék, csak ugye a 30. WrestleMania-n megszakították Taker streakjét Lesnarral, akit még jobban utálok ezért, mert ha valaki Lesnar, biztos, hogy nem érdemli meg, hogy övé legyen a streak, és lehetne ilyen VMB vs Undertaker streak versus streak, vagyis sorozat ugye, de mivel neki már nem él a sorozata, ezért esetleg Goldberg, csak hát ő nem akkora név, mint Undertaker azért. Na hát Tyson Kidd ellen fogjuk csapatni, és én neki is esnék, de egy szép reversal, én kijövök, úgy, vissza, nagyon jó, bum, egy térdes, aztán már ugorjuk is a 450 fokos splash nobody home. Aztán megfogja a lábunkat. Az igen. Eddig reversal party a meccs. Ja, és remélem, hogy jól fog látszódni a facecam. Elég sokat szenvedek mostanában vele, hogy szép legyen. Jobb felül nekem van egy lámpa, ami világítja az arcomat, meg van a rendes szobalámpa, ami felülről világít. És néha még így is kevésnek érzem a fényt, viszont ami meg durva, miért nem crawlol a kötél felé egyébként? Na mindegy.
hogy nagyon durván melegít. Na, anyways. Lemegyek, így. Ezt leszedjük. Nincsen kedvem táj. Mi? What? Igen? Gyere akkor. Boom. Boom. Megtaposgáljuk egy kicsit. A ringen kívül a Solid Steel lábunkkal. És beledobjuk a... Nem! Azt én akartam beledobni a zébe, Solid Steel Steps-be. Oké, ezt kivédtük. Közben neki több százaléka van. Le kéne már százalékolni. Nem, ez... Nem is nyomtam ezt. Jesus! Rossz gombot nyomtam. Bebocsoltuk. Oké, semmi gáz. Figyeljetek, most figyeljetek. Ó, de Jesus, miért ugrik el? Mindent kivéd. Jó, oké, I get it. Nagyon jó birkózók itt, de ez egy kicsit durva, hogy minden egyes mozdulatomat kivédi. Igaz, hogy hárdon vagyunk, de még nem volt egy diamond meg semmi, ami bement. Épp ezért visszamegyek, és akkor... Oh, fuck. Oké, gyere be. Hang vagy, oké. De pont nem ér oda el! Jaj, nem már, ez annyira nem adja. Jesus. Elfelejtettem kivenni a izét. Mi az? Van egy mozdulat, amit át akartam állítani, de most már egyébként mindegy. De miért nem tudom kivédeni? Tehát így... Amúgy már egy kicsit nagyobb százalékunk van, ezt ha kivédjük, az nagyon jó lenne. Boom! Nobody home. És most mi megyünk fel. És... De kurvára feláll egyből. Ki ez? Tehát... Esküs Seth Rollinsot könnyebb lenne leverni, mint Tyson Kidet. Igen. Az pin, azt hittem pin combo lesz. Nem, csak simán pinnel utána. Jaj, tudod, hogy ez ide kevés. Ez itt a WWE, ez itt nem megy, de... Kajakra, mindjárt kirédzselek a játékból. Nem az a baj, hogy jó az ellenfél, hanem az a baj, hogy nem úgy jó az ellenfél, ahogy a valóságban jónak kéne lennie. Mi a szart fog ez ugrani? A apronról. Hát ez nem jött össze, hehe. You faggot. Na most mi... De egyből feláll! I don't fucking get this game! Dear egy phenomenal forearm, YouTube átka. De egyből kivédi a pali. Jézus Mari! Felsír a fakereszten. A reversálunk meg nem töltődik. Ajaj. Mi van? Ja, hogy ide egyből ide tud ugrani. Oké. De nyomtam! Oh, nincsen szaminánk. Fú, gyerekek. Nagyon berédzselek el a köcsök Tyson Kidre. Aki most... felkerült a listára. Mert már elegem van belőle, hogy mindent kivéd és nem hagyja az internet legjobb híjét szórakoztatni a közönséget, akik csak miatta jöttek ki erre az eseményre. Itt ebben a Nevesincs városban valami Manila Philippines, vagy valami ilyen bullshit. A signature-jét reversáltuk, az mi már? Jó fegit. Oké, hang on. Oké, inkább meg se próbálok finishert nyomni, mert úgy is kivédi, úgyhogy egy kicsit még meg kell dolgozni a bátyót. Szerintem. Ez egy szép mozdulat egyébként. Gyere te mocsok. Gyere. Az szép volt mind a ketten ugyanazt egyszerre. Oké. És... Nem, kivédte a finisheremet, persze! Nem tudom ki, mármint tudom, hogy ki ez a Tyson Kid, de olyan értelemben, hogy what the fuck is this? Persze. Pin... ezért... pinfall kísérlet. Nem jött be. Úgy, de másik irányba légy szíves, úgy. Hát még mindig nem állítottam comebacket, de az a baj, hogy csak superstar, tehát a te saját comebacket azt hiszem nem tudsz csinálni, ami viszont nagyon gáz.
Oké. És... Nem értem, hogy Tyson Kidd miért ilyen jó ebben a játékban, mikor sokáig egy jobber volt a Cezáros futásán leszámítva. Jó, nagyon tehetséges, de szerintem az egy kicsit erős, hogy minden egyes mozdulatomat kivédi. Nem baj, én is sokat kivédek, csak a gépnek valószínűleg több türelme van, mint nekem. És 450 splash. Okay, just made the list! Mert egy stupid idiot az egész fejlesztő csapat, hogy egy ilyen bullshit, hogy egy kurva 450 splash-et háromszorra nem lehetett beadni. Na, gyerünk, egy. Ó, ennél kirúg, oké, hang on. Bum, belerúgunk. Signature-ünk van, de ha kivédi, olyat kap. Bum! Jó. Kurvára nincs kérdése. Vérzik a fejünk! Vérzik a fejünk! What the fuck? What the fuck? Nem jó. Csicska, signature-t kivédtük. Oké, hang on, hang on. És most? Kék halál! Úgy. Boom. Egy. Kettő. Ha. What? The fuck? Mi volt ez? Oké, nem baj. Phoenix Splash. És gyorsan. Egy. Kettő. Oké. Nem. Oké. Semmi gáz, semmi gáz. Ah, hülye vagyok. Codebreaker to your ass. És csak hogy biztosan ne tudjon kirúgni. Segítséghez nyúlunk a kötél személyében. Kettő. Mi? Dirty pinből kirúg ez a köcsög? Eskü, mindjárt írok egy levelet, hogy... Vagy csak simán tegyem le normálra a szintet, mert nem az a bajom, hogy egy meccset nehéz megnyerni, hanem hosszú. Én szeretnék haladni és csinálni a videókat, de ez a köcsök 2K nem bír egyszerűen jó pankrát. Jó, ez mondjuk még úgy, ahogy jó, de a tavalyiak nagyon bullshit játékok voltak. Úgy, Enzónak a finishere, vagy mi a szar ez. Pineljük tovább, ő is már vérzik. Csodás, hogy egy main eventen kettő pengézés is van. Jó, oké. Egy buzi main eventen 20 percig, vagy 13 perces meccs sosincs köbö. Na, sikerül vajon most a 450 splash? Végre sikerült, úgy. És pin. Egy, kettő, három, végre, oh my little Jesus baby, crying on the fuckerest. Hát ez egy elég rage-es meccs volt, és tiszta úrézs lettem, tényleg. Kész vagyok. Kész. Ennyi highlightot még main event az életben nem láttunk. A vérünk meg folyik le a picsába. Na, jó meccs volt, de felejthető. Nézzük a következőt. Közben meg szeretnélek titeket arra kérni, hogy osszátok meg a videó linkjét, hogy eljusson más magyar pankráció kedvelő emberekhez is. És még a main eventen itt van egy kis dolgunk Finn Balorral. Egészségetekre! Ugye, addig kell ezt az NXT main event cuccot tolnunk, ameddig nem jutunk fel a fő rosterre. És a fő rosterre csak úgy lehet feljutni, hogyha megnyered az NXT bajnoki övet, és leadod, és benevezel egy másik bajnokságba, United States, Interconti, vagy bármi más. Na, nyert Balor? Nyert Balor? Csak itt egy meglepetés. Dír, 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 dír. Úgy. Úgy. Signature.
Fejbe rúgjuk. És megyünk fel a felső kötérre. És amire senki nem számít. Coup de grâce! Finn Balornak a saját fegyverével győzzük le, és szégyenítjük meg az egész WWE Universe előtt. Lehetne ennél jobb befejezése a main eventnek? Mert szerintem nem. Bementünk, és a saját befejező mozdulatával vittük földre Finn Balort a coup de grâce-val. Ja, egyébként nem említettem még, amit el szeretnék mondani, hogyha láttok itt egy kis rést a fogamnál, az első két fogam között, akkor az nem azért van, mert foghíjas vagyok, hanem azért, mert, vagy hát nem tudom, lehet az, na mindegy, lehet annak hívják, azért, mert még régebben egész kicsi voltam, én sokáig jártam karatéra, és ott egyszer kaptam egy olyan ütést, amitől így a félfogam így kiszállt, és akkor én megcsináltattam fogászaton, kipótolták, és rendesen úgy nézett ki, mint egy rendes fog, de mivel az csak egy pótlás volt, ez is az pár évente cserélni kell, vagy nem tudom, valamit kell csinálni, tegnap ettem egy viszonylag kemény bagettet, és hát, hogy is mondjam, de kitört, hát most ezen mit mondjak, hát ennyi kitört. Na, még egy meccset játszunk le ebben a részben, mégpedig Death Rider ellen, ha jól láttam. Egyébként nagyon sajnálom, hogy nem láthatjátok a NXT TV openinget, mert imádom, ahogy Balor, meg Bailey, meg Corbin, meg Bliss, meg Joe így csinálják a tauntjaikat, meg minden, de szerintem így is elég jól átjön az, hogy a zenét szerencsére hallhatjátok, tehát, és akkor utána így erre a képre kapcsolunk. Ez sajnos valószínűleg a Rónál is így lesz, pedig ott az olyan menő, ahogy tudjátok, kezdődik a Ró, és utána az aréna kamera, és így bizony mindenhol piró, meg everything, szóval sajnálom, hogy azt nem lehet, mert a játéknak az egyik legjobb rész. De buzi mind a kettőkkel, mind a WWE, hogy megvettem, kifizettem 19.000 forintot a játékért, ezzel megvettem a benne szereplő tartalmakat, és így nem. Na nézzük, mi történik, mert most eléggé cutscene-esre vettük. Na mi az? Ki jön? Ó, itt van Finn Balor! Megérkezett megnézni a meccsünket. Igen? Biztos, hogy nem akar semmi rosszat nekünk, vagy ilyesmi száll. Csak nézni, ott biztos mindjárt helyet foglal, ott is a szék, I just fucking called it. Szóval, have a seat. Bro. Úgy látszik, lehet, hogy nem tetszett neki az, hogy a saját finisherével vertük meg a main eventen. Na hát mutatom, hogy akkor NXT csend, minden fasza. Én meg Balort megdolgozom, vagy nem Balort, Rydert egy kicsit megdolgozom, mert ő is fent van már párszor a listán. Boom! Forearm! Back of the head. Boom! És ide jövünk, így itt felmászunk. Balor, te meg üljél ott, különben csúnya dolgok fognak veled történni. Úgy. Nem adunk neki egy Phoenix Splash-et. Hanem így ez egy nagyon furcsa új mozdulat volt. Oké. Okay. 450 splash nem jött be, egyébként is túl közel voltunk a kötélhez. Vagyis túl közel volt Ryder a kötélhez, szóval nobody home lett volna. Most viszont egy suplex, egy gyönyörű suplex, úgy ahogy tanítják. Nem, ez nem is suplex volt, hanem Brainbuster. Jesus! Jesus! És Phoenix Splash! Nobody home természetesen, mint mindig, csodás. De mi lenne? Úgy, és... Azt láttátok azt a top rope suicidát? Azért, itt van tudás. És, hogy is mondjam, in-ring képzettség. Oké, hang on.
Aha, reversal. Nem baj, mert én is. Egy flattenőrbe. Úgy, felmegyek ide. És... Buhúú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 ú
stampoltunk egyébként utána. Jézus, szétszakadna a hátam egy ilyentől. Mármint a dropkick utáni tompításról beszélek. Jesus! Jeez! Úgy! És! Pelé kick out of nowhere! Aztán pedig... Mi? Irish whip to the corner, gyerünk! Fel akar... Mi? Minek van ott még egy szék? Na mindegy, igazából nem érdekes. Igen? Balor megzavar, mielőtt leadnám a finisheremet. Igen? Igen? Jól van. Azt közben meg hátba ütött Ryder. Nézd már Balort, mekkora egy köcsög. Azt még én vagyok a heel, azt ő zavar meg a meccsem közben, igen. Nagyon fog még ezért kapni. Majd amikor szemtől szembe találkozunk, és nem a meccsemről hív ki. Igaz? És finisherje van Rydernek, igen? Hát ez sajnos nem jött be most Ryderként. Mert Codebreaker out of nowhere, bitch. És spineljük. Egy. Kettő. És kirúg belőle, mert miért ne? Mert ilyen Jesus, Isten benne van a játékban, és mindenből kirúg. Jó, akkor most tényleg oda dobom, úgy. És boom. Aztán én megyek fel. És Lóda no. Fuck you. Nem, gyere ide. De nem akarom feltenni a kurva izére. Gyere már. Persze comebackem van, és nem lehet kivarázsolni a izéből, a kurva sarokból a csávót. Nem baj, úgyse szeretem azt a comebacket. Top Avalanche, Hurricane Reina és pineljük, amiből valószínűleg ki fog rúgni. Kettő, igen, így is van, nem baj. Balor maradj ott, nagyon csúnyán néz a bácsi, maradj ott. Oké, hang on, állj már fel, úgy. És lekapcsolták a villanyt Rydernél, gyere. És charged finisher. Állj fel! Codebreaker! A második is már! És... pineljük! Gyerünk! Számolj ref! Egy! Kettő! Három! Ding 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 dong! És itt van, még mindig veretlenül, your favorite heel, VMB. Ez nagyon szép Avalanche Hurricane Reina volt. Hogy hiszem már Ryder? Jézus! Még szerencs, hogy kesztyűben vagyunk, különben a nyálkás hülye testéhez hozzá kéne érnünk. És itt vagyunk győztesként továbbra is a Full Sail University-ben. Breakout! Na hol van Balor? Mi? Elment Balor? Ennyi volt? Ennyi volt Balor? Igen? Először kijön, hogy engem megzavarjon, aztán arra sem képes, hogy még itt maradjon egy kicsit? Jó, akkor küldök neki egy üzenetet. Az üzenet pedig teljesen egyszerű. Ezt fogod te is kapni, hogyha továbbra is így viselkedsz. Te mocsok, én Ryderre is haragszom, mindenkire, az egész világra. Úgy, és itt van az inverted Frankensteiner, out of nowhere style. That's what you get when you freaking insult me. Mert egyszerűen az NXT-ben van egy csomó olyan pali, aki engem irritál, de kiemelkedik köztük magasan ő, Finn Balor. És egyéb iránt meg már 30 rival pontunk van, ami egyébként megnéztem és elkeserített, hogy mire jó. Semmire. Csak arra, hogy akinek több pontja van, rival pontja,
az nyeri a feudot. Csak ez csak azért bullshit, mert mondjuk egy promóban leszólni az a másikat többet érsz, mint egy általa megzavart meccset megnyerni, meg szóval nem így kéne. Aki megnyeri a döntő meccset, az nyerje meg a feudot. Ilyen egyszerű lenne. Tehát, hogy nem ilyen hülye pontokat, a izében se gyűjtenek pontokat WWE-ben, hanem úgy lenne, ó, közben 8. helyen vagyunk a kihívói listán, úgyhogy a következő részben tovább fogjuk mászni ezt a ranglétrát, és megcélozzuk Scott Dawson bajnoki övét, és Finn Balort. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszett, ha így van, nyomjatok egy lájkot, írjátok le a véleményeteket, vagy ötleteiteket, hogy hogyan lehetne még Finn Balorral egy kicsit még pörgősebbé tenni ezt a feudot, és ne felejtsétek el feliratkozni, és osszátok meg a tartalmat. Legközelebbig pedig Gaming is Fun, és sziasztok!